Sziasztok! Ebben a videóban gombás risottót fogok készíteni, és megmutatom nektek, hogy hogyan érjük el ezt a krémes, finom risottós állagot, ugye sajt, tejszín és mindenféle tejtermékek hozzáadása nélkül. Nekem a két kedvenc risottom az a gombás, illetve a sütőtökös risottó, tehát ez az alaprecept, mint gombás, mint sütőtökös risottóként elkészíthető, de mivel most nálam gomba van itthon, ezért a gombás változatot mutatom meg. Ami nekem a titkos hozzávalóm a gombás risottóhoz, a szárított gomba. Ez éppen egy keverék, amit egy kedves betegemtől kaptam, shiitake, illetve más, nem tudom a pontos nevüket, gombafajták vannak benne, és ennek a felét forró vízzel most be fogom áztatni, és ebből, ami kijön, ez a gombás lé, ezt fogom használni mindenféle leves kocka, ízfokozó és hozzáadott adalék anyag helyett, tehát ez lesz az, ami már most szépen hozzáadunk, egy kis forró vizet, tehát beáztatom, tehát itt magát a gombát, illetve a levét, ez körülbelül egy 10 perc múlva egy ilyen barna levet fog ereszteni, és én ezt szoktam használni, és tényleg ez egy annyira finom gombás íz ad majd nekünk, illetve még itt van 400 g friss gombám, amit ugyanúgy felszeletelek és hozzáadok. A sajt és tejtermékek helyett pedig cashew parmezánt fogunk használni, mind hozzávalóként, mind pedig a dekoráláshoz. Ennek a receptjét megtaláljátok itt fönn, most a recept meg fog jelenni, hiszen ezt már egy előző videómban bemutattam. Illetve, ha még krémesebbre szeretnétek, használhattok növényi tejszínt. Nálam most egy kókusztejszín van itthon, ami nem igazán megy ehhez ízre, úgyhogy nem is fogom hozzárakni, de zabtejszín, illetve szójatejszín nagyon jól működik, de én úgy találom, hogy ez elég krémes lesz tényleg a tejszín nélkül, tehát én nem fogom használni, illetve a sajtos ízhez még 2-3 evőkanál sörélesztőt is hozzá fogunk rakni. A pontos receptet megtaláljátok a videó alatti leírásba, tehát én hozzá is kezdek, amíg ez így szépen már most láthatjuk, hogy azért a barnás lé jön ki belőle. Nagyon-nagyon jó. Legjobb, ha ilyen szárított gomba mixet vesztek, hiszen tényleg ezeknek a különféle gombáknak szárítva egy nagyon-nagyon jó leve lesz. Tehát én azzal kezdem, hogy egy nagyon kis kókuszolajon megpárolom a hagymát, hozzáadok 2-3 gerezd fokhagymát, és ezt elkezdem párolni, majd pedig ehhez a recepthez másfél pohár risotto rizst fogok használni. Tehát kezdjük is neki. Amíg ez így szépen megpárolódik, addig felkockázom a gombákat. Én most 400 g ilyen párizsi barna gombát használtam, és fél pohár szárított gombát. De hogyha például nincsen szárított gombátok, akkor használhattok 800 g nem igazi, hanem friss gombát, és ha viszont csak szállítottatok van, tehát azt is lehet, tehát ezt lehet variálni, lehet kísérletezni vele. Nekem ez a kombináció tetszik a legjobban az ízvilágában. Amint a hagyma üvegesre párolódott, hozzáadtam 2-3 gerezd fokhagymát, én ezt így közepe felé szeretem hozzáadni, és most pedig hozzáadjuk a másfél pohár risotto rizst. Én mindenféle rizst amúgy megmosok, rizst és lencseféléket is, jaj, másfél. És a párolt fokhagymához és hagymához hozzáadjuk a rizst. Ja, mint 2-3 percet párolódott a rizs, hozzáadunk egy kis vizet, és akkor kezdjük így szépen vízzel felönteni. Lehet amúgy, ha még szeretnétek leves kockát, vagy van házi készítésű zöldségalapréteg, lehet azt is hozzáadni, de én, mint mondtam, most már látszik, hogy elég szép barna, ezt a beáztatott száraz gombás alaplét fogom hozzáadni, és akkor még emellé sózom, borsozom. Amúgy fehér bort is lehet hozzáadni természetesen,
Én nem szeretek így alkohollal főzni, de a fehér bor is ugye ad az ízvilágához. Ízesítésként én 3 evőkanál sörélesztőt, 2 evőkanál balzsamecetet fogok használni, természetesen sót és borsot, valamint körülbelül egy olyan 5-6 evőkanál vegán parmezánt, amit ugye mondtam már az előző videóban elkészítettünk, és ennyi az egész. Tehát ezt szépen főzzük fel, amikor a rizs már kezd úgy félkész lenni, akkor adom hozzá a felszeletelt, felkockázott 400 g gombát, illetve a petrezselymet, és tényleg összefőzzük, sózzuk, borsózzuk, mindenkinek más az ízvilága, én tényleg szeretem így, hogyha egy kicsit sajtos, krémes, illetve, mint mondtam, még tejszínt, fehérbort is lehet hozzáadni, illetve a leveskocka alapot. Úgyhogy ennyi az egész, most már csak fel kell főznünk 20-25 percig. Le is telt a 35-40 perc krémes, zamatos, illatozó gomba rizottom készen is áll. Nekem volt itthon egy kis hagymacsirám, ahol megszórtam, még egy kis friss petrezselyem, és természetesen még lehet rá rakni a vegán parmezánból, úgyhogy készen van, és már megkóstoltam, nagyon finom. Remélem elkészítitek, jó étvágyat kívánok hozzá, sziasztok! I've never been so loud before. Just trying to make you understand my eyes and hands, but you don't even hear.